Markológép dolgozik a Blahalúza sétányon, de a lapátok sem pihennek. A Pangea Hotel szomszédságában a napokban fogtak nagy útfelújításba. 545 méteren újítunk meg aszfaltburkolatot, és 305 méteren a gyalog és kerékpárutat. Jelenleg a szegélyépítési, szegélybontási munkálatok zajlanak, illetve már a sétány kerékpárútnak a bontása is elkezdődött. Várhatóan július elején kezdődhetnek meg az aszfaltozási munkák. Mint ahogy azt a táblák is jelzik, útszűkületre, ideiglenes forgalomterelésre és 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítaniuk az arra közlekedőknek. Az egyirányú úton emellett hétfőtől péntekig tilos megállni és várakozni. A hétvégén ugyanakkor szünetel a munkavégzés. Az autóval és kerékpárral közlekedőket arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt, ha nem célforgalommal közlekednek, lehetőleg kerüljék el ezt a szakaszt és válasszanak más útvonalat. A városban egyébként nem csak itt, hanem sok helyen zajlik útfelújítás. A célunk az volt, hogy a gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitását elősegítsük, valamint a közlekedésben minden részvevő számára biztonságos körülményeket teremtsünk. Forgalomkorlátozásokra lehet majd számítani a munkálatok alatt, ezeket rendszeresen a sajtón keresztül közölni fogjuk és kérjük a lakosság türelmét. Sóstóra nyáron rengeteg turista érkezik, akik nem csak az útfelújítások kapcsán láthatják a városrész fejlődését és szépülését. Nemrég adták át a tó melletti parkban a megyei jogú városok ligetét, az élményfürdő mellett pedig már befejezéséhez közelít az új négycsillagos szálloda építése.